Tehát, aki a parapszichológiában jártas, és hát ilyenek a tanítványaim is itt a Kirkóban természetesen, jártasak a parapszichológiában, ők is ezt tanulják, hogy milyen sorrendben kell elmenni az erőhelyeihez. Van az első fajta, a Dao típus. A Dao típus az dombokon, hegyeken van. Az egy olyan fajta erő, inkább kisebb dombokon szokott lenni. Ezek olyan fajta erőközpontok, amelyek összetudják hangolni az ember szellemiségét, a lelkiségével és ezt a fizikai testével. Vagy más szavakkal összekötik az ember testét, a lelkét és a szellemét egymással. És miután ezeket már összekötötték, úgy is mondhatjuk, hogy az ember teste, lelke, szelleme egymással ráhangolódik, csak utána érdemes tovább menni a következő erőhelyéhez, hiszen ilyenkor már, mikor ez a három összehangolódott, vagy egymásra hangolódott, ilyenkor már előjönnek az emberből a kívánságok, ezek közül is a legfontosabb kívánság, ami elő szokott jönni, hogy alkosson. Valamit alkosson. Hiszen minden ember arra született, hogy alkosson. A nők gyermeket alkotnak, a férfiak pedig a saját tevékenységükben kell, hogy alkossanak valamit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!